Sziasztok, én Sim vagyok, és ez nem más, mint az Under Sky Project harmadik része. Ez valószínűleg nem egy szerdai nap került föl, mivel felhalmozódtak a részek, ezért muszáj voltam egy olyan napot találni, ami nem a szerda, de mégis két videó között van, úgyhogy valószínűleg ez egy szombati nap lehet. Igazoljátok vissza, hogyha így van. Na, az ígéretek szerint ebben a részben foglalkozunk az XP farmmal, ami ugye ebből a két darab... Ott egy creeper. Na. Úgy. Ebből a két darab zombi farmból fog fölépülni. Kitaláltam neki egy dizájnt, csak utána rájöttem, hogy ez még most nem kivitelezhető, mivel nincsenek potionjaink. Én mert azt terveztem, hogy egy ideig elmosra őket a víz, és a kettő közé rakunk egy villagert, és akkor maguktól mennek be abba a kis lyukba, ahol ugye megsebződnek, és utána már csak egy-két ütés maradt, hogy én XP-t szerezzek belőlük. Meg is mutatom, hogy gondoltam. Na, itt lenne a villager, és 35 vagy 34 blokkos távolságból észre tudják venni a zombik a villager-t. Csak nem tudom, hol van a 35 blokk, talán a 34. blokk itt lehet. Ja. És akkor innen elkezdenek menni, és mint látjátok, szépen összegyűlnek, és beleesnek. Gond nélkül belelökik a másikat. Úgyhogy így szépen össze tudnak gyűlni, főleg hogyha sok van és sok jön, akkor nagyon gyorsan belelökik egymást, oda egy kis lávás átfolyás, és mire leérnek a lávából, addigra pont annyi életük lesz, vagy egy nagy zuhanás, miután pont annyi életük lesz, hogy én nekem már csak egyszer bele kell üssök, vagy egy potiont rájuk dobni, és akkor jön a halom XP. Csak ugye, a logisztikai probléma ott kezdődik, hogy nincsen villagerünk. És nem is tudunk csinálni, bár lenne zombi villager, azonban se aranyunk nincsen hozzá, alma már van, és potion készítőnk se, és anyag se hozzá, úgyhogy így nem igazán tudjuk megcsinálni ezt. De úgy csinálom majd meg ezt a farmot, hogy később átalakítható legyen ilyenre, és akkor ott a folyónál lesz egy ilyen szép kis látvány. Nyolc zombi tömegünk, aki folyamatosan megy egy villagerhez. Úgyhogy most meg kell nézni, hogy milyen magasságban van, és mennyire van milyen távolságban van egymástól a kettő, és mennyire van eltérve egymástól. Meg milyen mélyen van melyik. Mert akkor úgy kezdem el, hogy pont ugyanott érjen középre. Azt hiszem ez érthető valamennyire. Úgyhogy most megnézem a számokat, aztán jövök. Nos, ami jó hír, hogy nagyjából egy magasságban vannak, ez 4 blokkal van följebb, mint a másik, azonban ezt egy kisebb eséssel a vízbe meg lehet oldani, ezt a magasság különbözetet, ez nem nagy dolog. A másik jó hír az, hogy összesen 60 blokk távolságra vannak egymástól, szóval működhet ez a villageres megoldás elég könnyen. A rossz hír az, hogy összesen az a 20 blokk távolság, ami innen arra fele van, azt még nem tudom, hogy fogom kiküszöbölni. De viszont mindenképpen megoldjunk, úgyhogy ebből se, sőt már tudom is, hogy hogyan. Úgyhogy jó, ezt mindjárt elkezdem szétbontani, és mutatom, hogy hogy gondoltam. A cél most az, hogy itt, ahol látjátok ezt a sárga vonalat, ott teljesen el van fedve oldalt, illetve a másik oldalon is, és ezt a köztes területet kéne nekünk, ebből a köztes területből kéne nekünk eltüntetni az összes vizet. Úgyhogy én erre most rászállok egy kis időt, hogy ez eltűnjön, de miután az megvan, sokkal könnyebb dolgunk lesz, és szinte rögtön kész is leszünk, ez lesz a nehezebb része, de utána tényleg könnyebb lesz.
A legegyszerűbb, amit kitaláltam, az az, hogy így csíkokba rendezzük, egy blokkos csíkokba, mivel hogyha így kiszedünk innen egy vizet, meg innen, akkor nem termelődik újra, és csak folyamatosan kell haladnunk az egyik irányba, és öntögetni ki a vizet. Kitaláltam egy sokkal gyorsabb módszert. Földdel feltöltöm az egyik oldalt, majd még egy oldalt, aztán a hátsót szépen kibányászom, sokkal gyorsabb kibányászni ugye a homokot, mint a követ, sokkal gyorsabb ásni, itt sokkal gyorsabban is haladok, és sokkal több idő, vagyis kevesebb idő alatt megvolt ugyanaz, mint amit az előző módszerre próbáltam, úgyhogy még jó, hogy kibányáztam egy csomó földet, hogy most ezt tudjam csinálni, ugye, fogom így, így, aztán jövök szépen, és így folyamatosan feltöltöm, és miután feltöltődött, utána leszedem a mögötte lévő oldalt, és kezdem előről addig, amíg vége nem lesz, és nagyon jól haladok. Fele kész, könnyen, mint gondoltam, mivel ezek a régi fákiás módszerek működnek. Hát itt meg is tudom mutatni. Annyira jó, hogy még el se kezd lezuhanni a homok. Ugye régen nagyon nagy kilódás volt berakni alá a fákját, hogy működjön, de most már nem tudom, hogy most ez bug vagy valamit elnéztek, de most már még zuhanás közben is be lehet alá rakni, és így még ástam se kell, szóval egyszerűen egyszerű. Na, ez is megvan, nem volt olyan sok idő, még nem olyan szép, mint amilyen kéne, de most az következik, hogy elássunk onnan egyenesen ide egy alagutat, illetve innen is beássunk oda egy alagutat. Szóval összekötjük a két részt. Na, ez már hosszabb idő volt, de legalább kész ez is. Itt minden oldal a három vastag fal van minimum, illetve a másik oldalon még nem fejeztem be, csak kiástam az alagutat. Ez az alagút még nem lesz elég, mivel ugye 8 blokknyi, 8 blokkal mindig lejjebb kell menni. 8 blokk után mindig egyen lejjebb kell menni, mivel addig folyik el a víz. Úgyhogy még ezt az egy sávot kiásom, aztán alatta is kiásom, és megyek még lejjebb, még lejjebb. És majd a másikat csak ehhez fogom mérni, tehát ott gyorsabban fog esni a víz, vagy mélyebben fog kezdődni, még ezt is sokkal lejjebb kell majd ásni, és valószínűleg odalent fognak találkozni. Szerencsére, hogy ott van ez a bánya, így legalább nem kell kiásnom még azt is, pedig ki kéne. Úgyhogy én majd onnan fogok elindulni lefele, és ez itt ki lesz bontva ez az egész rész, és egy ilyen lépcsős szerkezetű, hát fordított kupola lesz, hogy valami hasonló formát képzeljetek el neki, hogyha kész lesz. Én pedig ások tovább. Hamar rá kellett jönnöm, hogy a kitalált dizájnom nem lesz jó, ezért elkezdtem kreatívban megcsinálni egyet, és most azt fogjátok látni, hogy azt fogom megépíteni. Azért nem jó az a kitalált dizájn, amit elkezdtem csinálni, mivel 60 blokk távolságra van egymástól a kettő, viszont a spawnerek csak 15 blokkos távolságra működnek, aktiválódnak a playertől. Szóval egyszerre esélytelen, hogy működjön a kettő spawn. Úgyhogy most csak egyet fogok használni, és ezt fogom teljes mértékben átalakítani egy ilyen vizes felvezetős spawnnál, vagyis hát farmnál, ami felvezeti a zombikat egy 24 blokkos hát ugrópadra lényegében, és onnan fognak lezuhanni, amiután karddal már csak egy vagy két ütés, és meghalnak a zombik. Úgyhogy most ezt követhetitek nyomon, ahogy én ezt megcsinálom. Úgyhogy jó szórakozást hozzá!
Úgyhogy, mint láthatjátok, kész vagyok, ez lett a végeredmény. Ott úsznak föl, itt esnek le, itt pedig egy biztonságos hely, ahol tudom őket ölni. Mint látjátok, egy kicsit már tovább haladtam, de ez maradjon a következő résznek a titka, addig is köszönöm szépen a figyelmet, én Simi voltam, legyetek jók!